Sziasztok, Zozoka vagyok. Elérkeztünk a harmadik különleges PS3-as játékomhoz. Ennél a játéknál szintén nem kellett gondolkodnom, hogy bekerüljön-e a különleges játékaim közé. Egészen pontosan a Little Big Planetről van szó. Ő tulajdonképpen egy ügyességi, logikai platformer. Igen, igen. Így röviden. És platformer, ez már nagy szó, hogy rá tudott venni egy játék, platformer játék, hogy én megvegyem, hogy én játszak vele, és hogy olyannyira játszak vele, hogy a, nem tudom, hogy talán az összes pályát, de lehet, hogy az összes pályát 100%-osan kijátszam. Csodálatos. Annyira cuki ez a játék, és annyira kellett szerintem is a Sonynak egy ilyen játék, hogy mint egy falatkenyér, kaphatom. Nagyon jó a zenéje, a játék grafikája, egyszerűen lehet látni, hogy ezt így valaki így nagyon jól megálmodta, elkészítette, és neztek itt van, játszatok vele. De mielőtt elkezdenénk játszani, van egy-két fontos információ még a játékkal kapcsolatban. Ne ülj, légy szíves! Az egyik, hogy a játék tartalmaz egy beépített pályaszerkesztőt, és akkor ehhez kapcsolódik gyorsan a másik, hogy nagyon komoly online rész tartozik a játékhoz, és ezeket a pályaszerkesztővel elkészített pályákat természetesen föl is lehet tölteni, ugye, a internetre, és akkor játszhatunk is a más felhasználók által készített pályákon, és kipróbálhatjuk őket, hogy milyen. A másik, amely szintén az online részhez kapcsolódik, hogy van egy 4 fős online kooperatív játékmód beépítve a játékba. És bocsánat, ez a 4 fős kooperatív játékmód, ez offline is működik. Tehát itt a tévé előtt is, tévé előtt ülve, átjönnek a haverjaid, és akkor ugye van annyi pad, akkor természetesen itt egymás mellett ülve is játszhattok. És akkor, amint mondtam, akkor online is lehet vele kóba játszani. És a teljes, az egész pályát, tehát nem csak a kóp tartalmat lehet végigjátszani, hanem a teljes játékot. Amit még el akarok mondani a játékkal kapcsolatban, az, hogy kénytelen voltam átváltani az angol profilomra. Hál' Istennek még él, mert ugye a magyar profilon természetesen 0-0 tartalom van feloldva a játékban. Itt van a kis figuránk, ugye zsákos fiú, vagy zsákos lány éppenséggel, ha ugye lány karaktert hozunk létre. De ezt majd, ha lemegyünk a pályára, akkor ott meg is mutatom, mert itt ugyanis sajnos nem tudom őt megmutatni. A kompüterünkhöz odamenve, amely természetesen egy PS3-as pad, tudunk választani, ugye, hogy játsszuk a story módot. Hát ez a quick play, ez nem tudom mit jelent, ha gondolom, hogy online összesorsol valakivel, és ez a online tartalmat böngészhetjük itt a játék alatt. Ez, ha lenne saját pályám, akkor ezt itt tudnám nektek bemutatni, de ugye nincs, mert nincs hozzá tehetségem, többek között tehessem. És ha jól tudom, akkor itt balra található a többek között a pályaszerkesztő is. Nos, de akkor lépjünk be a story módba először. És ugye említettem, hogy biza 100%-osan tényleg ki van játszva a játék. Tényleg jól emlékeztem rá. Oké, menjünk az első pályára. Igen, ő az, First Steps, ez az. És bármikor ugye beívhatjuk vagy csatlakozhat hozzánk valamelyik haverunk, vagy ugye mi másikhoz, ha ugye ezt választjuk, hogy play online. De én most nem ezt fogom választani. És akkor ne felejtsem el, amint beléptünk a pályára, megmutatni, hogy változtathatjuk meg a karakterünk kinézetét. Oké, itt is vagyunk. A négyzetgombot megnyomom a padon, és akkor eljön ez a kis menü. És itt van. Hogy tudjuk ugye a kis karakterünket személyre szabni.
Itt az első oldalon a alap textúrát tudjuk változtatni. És akkor ahogy haladunk jobbra, akkor láthatjuk, hogy többféle szemet is rakhatunk a kis figuránkra, szemüveget, hajat, kalapokat, stb. 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 De ezt majd ugye, majd szépen, akinek meg lesz a játék, az végigböngészi. Én erre a képernyőre akartam jönni, hogy van már nekem elmentve, és ezért is hatalmas nagy piros pont a játék készítőnek, hogy erre is gondoltak, hogyha összeállítunk egy adott karaktert, akkor természetesen azt elmenthetjük, és itt van nálunk. Ezt láthatjátok, hogy nekem már milyen karaktereim vannak. Nagyon jó, tényleg földobja a játékot, és amit láthatjátok, hogy hány darab karaktert mentettem el, hogy én is foglalkoztam ezzel a játékkal. És akkor melyikre váltsunk át? Nincs télapos karakterem, ugye? Nem úgy néz ki. Pedig az lenne most a stílszerű, de nem. Menjünk piroskával. Ilyen rövid, vagy ilyen egyszerűen átváltunk egy másik karakter, és innentől kezdve akkor vele játszunk. No, fiúk, lányok! És akkor itt van ez a gyönyörűségesen fölépített játék. Többféle ugye pálya van, azt láthattátok, amelyek természetesen nagyon különböznek egymástól. Ó, jól van, jól van, jól van, itt a királyunk. Nem is tudom, hogy jött az ötlet, hogy egy ilyen kartonpapírszerű világot építsenek föl. Ugye a háttér pedig legyen mondjuk ilyen szövetbe vonatú, ilyen zsákszerű valamik, ugye domborzat. Nagyon jó. Ez egy egyszerű kis ilyen checkpoint a játékba, ahol négyszer léphetünk ki, ötödszörre már újra fogjuk kezdeni a játékot. De hát azért nem olyan nagy nehéz a játék. Jó, nem érdekel a szövegelésed. Itt van egy nagyon kis egyszerű, hát ügyességi vagy inkább logikai feladvány, amelyhez, tehát van ott egy ilyen kartonpapír sziluett, amihez ki kell választanunk a hozzá tartozó kis címkét, és azt rá is kell rakni. Nagyon jó. Na, lépjél vissza? Ez az. Ezeket a versenyeket ne vegyétek egyáltalán komolyan, mert a játék nem stresszel, tényleg itt csak annyi, hogy lehetőleg minél hamarabb teljesítsétek az adott pályát, szedjetek össze minden ilyen gömböt, én ezeket most nem fogom összeszedni engedelmetekkel, mert természetesen nekem már ezek össze vannak szedve. Ha ugye valaki játszik majd a játékkal, akkor nekik itt ezeknek a üveggömbök belsejében majd egy lebegő kis akármiket fog látni, és akkor így gyűjthetjük tulajdonképpen össze ezeket a különféle szöveteket, kalapokat, testrészeket, stb. Jaj, de jó, igen, ami eszembe jutott, hogy nagyon jó kis fizika van a játékban. Hát ezt majd itt láthatjátok is, hogy ahogy mozgunk természetesen, ott is lehet látni, illetve, hogyha ráfogunk ilyen könnyebb és kisebb tereptárgyakra, azokat tudjuk húzni, tolni, stb. Nagyon jó. Hát bizony majd lesz olyan rész a játékban, ahol természetesen a fizika majd jobban fog látszódni. Nem, köszi. Gyorsan végig, ja nem is kell, igen, nehogy már felszedjünk itt az összeset. Gyorsan végig rohanok, ó, beleestem azt a mindenit. Ez pek. Oké, én már itt tudom, hogy mi a feladat. Ugye ő azt mondja, hogyha lezuhannánk olyan helyre, ahonnan nem tudunk sehogy sem kimászni, akkor ezt az opciót használva újra éledünk itt a legközelebbi ilyen checkpointon. Oké. Okay. És szuper, beértünk a célba! Haha, ő a királynő. Jaj, és akkor itt van nekünk megint egy egyszerű kis feladatunk, hogy
Öltöztessük föl a királyt. Egyáltalán nem bonyolult szerintem. Az elképzelhető, hogy úgy van fölépítve a játék, hogy valamelyik ilyen tárgyat, karaktert, vagy bármit, amit ilyenkor elénk rak a játék, csak akkor tudjuk föl díszíteni, megkeresni ugye a hozzátartozó kis címkét, hogyha egy későbbi játékot teljesítünk, és akkor ezt meg kell jegyeznünk, és akkor visszajönni ide. Itt természetesen itt is, hogyha ugye végrehajtunk egy feladatot, akkor megjutalmaz minket a játék. Oké, köszi. És az első pálya az ilyen rövid. Amikor beérünk a célba, a pálya végére, akkor kapunk egy összesítést a teljesítményünkről. És azért sietek, mert szeretnék mutatni nektek még egy online pályát. És még egy teljesen más kinézetű pályát is, ami a játékhoz tartozik. Tehát a story módhoz. Oké, nem, köszönöm szépen, elég volt. Oké, itt is vagyunk. Menjünk akkor a online részre. Na, srácok, nem húzom az időt, kipróbáljuk ezt a négy csillagos pályát. Látszik, hogy hány szívecskével jutalmazták, illetve hogy hányan játszottak a pályával. Megnézzük akkor ezt, jó? Mert nem akarom húzni az időt, nem fogom sajnos azt a pályát megtalálni. Amúgy nem biztos, hogy azok a pályák a legjobbak, amelyek nagyon bonyolultak, hanem én azt várom el, hogy menjek, adja meg a segítséget a játék, tehát ne is legyen nehéz, és akkor szórakoztasson tulajdonképpen. Ó, itt is vagyunk. Hát ez nem egy egyszerű eset. Hoppá. Oké. Okay. Ugye ott természetesen azokat a elektromos kis köveket, azokat el kell kerülni. Hát ez egy ügyességi. Jaj! Pálya, basszus. Ne! Zotya! Oké, okay, köszi. Oh, nem már. Ez az. Ha egy kis kritikával kell illetnem a játékot, akkor tényleg a platform része az, ahol a bizonyos ügyességi részeknél, ezt nem hiszem el, kibukik a játéknak azt a mindent. Hát például ilyen hibák, látjátok? Tehát, hogy nagyon meg kell szokni a játékot, hogy nem egyszerű a platform része. Tehát nem egy, mondjuk egy Mario, ahol szerintem már tényleg a végletekig ki vannak ezek dolgozva. És ügyesnek kell lenni, nagyon oda kell koncentrálni, hogy ne bénázzunk. Mi van? Hagyjál hülyeséget, de én oda át akarok ugorni erre az oldalra, így mi? Au! Igen, és ez egy kimondottan ügyességi pálya. Nem is túl nehéz, mondjuk. De ahogy látom, itt meg is lehet halni. Ja, és hallgassátok a zenét? Annyira cuki! Nagyon jól illeszkedik a zene ugye a pályákhoz. Ez most valószínűleg, hogy nem is... Ó, basszus, hát ezt jó elrontottam. Hogy ez most nem a saját készítésű zene, hanem a játéknak az egyik témája. Megpróbálkozok még egyszer, ha nem sikerül, akkor hagyom a fügyfenébe, és haladok a másik pálya fele, amit majd szeretnék nektek bemutatni. Aha, inkább akkor menjünk itt. Na hát igen, itt látszik, hogy a... Opa! Na, úgy, úgy, és úgy. Itt látszik, hogy a játéknak milyen jó kis fizikája van. Hopp, ugorjunk csak oda! Banyek! Ravasz! És én nem tudom, én valószínűleg, hogy játszottam ezen a pályán, mert itt megint csak ilyen üres gömböket találok. Ami azt jelenti, hogy én itt kapott tárgyakat már ugye fölvettem. Te mi vagy? Lehet, hogy ezt bele kéne ide húznom? Vagy dobnom? Nézzük csak meg, srácok. Nem tudom. Ez az. Nem tudom, igazából nem történik semmi. Ez sem nyílt itt föl.
Mindegy, ide lepottyantunk. Ó. Vagy innen még ezt tovább kéne vinnem? Lehet. Ki tudom őt venni valahogy? Persze, hogy ki tudom menni, csak ügyeskedni kell. Na. Ez az. Ne! Nem! Oda le! Úgy. Nem tudom, hogy mi szerepe lenne ennek. Itt ezt hogy tudom kikerülni? Valószínűleg, hogy fölül. Ez az is most átugorni gyorsan. Hát ez annyira nem tetszik ez a pálya. Oké, meg is haltam. Srácok, akkor én innen kilépek. Mutattam egy más felhasználó, más játékos által elkészített pályát. Tényleg azért vannak jó pályák. Csak rá, meg kell, el kell keresni, és valahogy én úgy tudom, hogy el is lehet őket menteni. Csak most már nem ismerem, hát egyáltalán nem volt jó a játék, és mit tudom én, trükkös, rövid, mindegy, skipeljük át, oké. Tehát, hogy vannak jó pályák, ténylegesen vannak jó pályák, csak... Ó, van itt egy 5 csillagos, Bioshockos pálya, Bioshock témányú pálya. Na jó, nem nézzük meg, mert nem szeretnék túl sokat elszöszmötölni itt a pályán. Inkább mutatok még egy pályát, például személyes kedvenceim itt a mexikói hangulatú pálya. Banyek. Mexikói hangulatú pálya. Nem tudom, hogy melyiken kezdjünk. Legyen ez mondjuk, jó? Szigorúan csak offline. Abszolút annyira bájos kis hangulata van a játéknak. Tényleg, én nem is emlékszem, hogy bármilyen olyan platformerrel játszottam volna, ami ennyire le tudott kötni, és akkor tényleg nekiállok így gyűjtögetni. Ó, nem tudom. Oké. Okay. Van egy kis, bizonyos kis bugyott története is a játéknak. Hát ezt... Na nézzük. Jaj, nem tudom, beszéltem arról, srácok, de gondolom csak föltűnt nektek, hogy mélysége is van az adott pályának. Ez azért lehet esetleg fontos, mert hogyha mondjuk van egy valamilyen tereptárgy, az itt a hozzánk közelebb eső sávba, és lehet, hogy mögé kell menni, mert mögötte van egy elrejtett gömböcske. Erről lehet, hogy nem beszéltem most itt hirtelen, nem tudom már. Szerintem nem beszéltem, igen. Jújj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 
Oké. Okay. Őt így tudjuk elpusztítani. A gömböcskeket nem kell fölvennem. Oké. Okay. Jó lenne egy olyan részhez elérni, ahol mondjuk meg tudom mutatni, hogy milyen a játék pályáin belül a co-op szekció. Tehát ugyan fölépítve a játék, hogy tényleg bármelyik részét lehet többen is játszani. De hogyha egyedül játszunk, akkor eljuthatunk, tehát egyedül játszunk, eljuthatunk olyan részére a pályának, ahol, és ezt jelzi is nekünk ott a adott helyen, hogy tovább csak, vagy bejutni abba a szobába csak akkor tudunk, hogyha van velünk valaki. Oké. Okay. Nem tudom, hogy itt lesz most olyan ezen a pályán. Általában minden pályán szokott lenni, csak meg kell őket találni természetesen. Ó, au, 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 au. Ő elkapott. Oda kell ráugrani azokra a kis világító bigyókra. Ez az. Megvan. Hopp. Ez az. Szuper. Maradjunk itt fönt. Nem tudok most már oda fölugorni. Aha. Vannak ilyen kis trükkös részek természetesen a játékban, hogy föl kell mérni az adott helyet, mert lehet, hogy jobban járunk, hogyha ugye kihasználjuk a... Éppen! Ne, 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 ne! Meg fog halni. Nem baj.
Tehát, hogy kihasználjuk az éppen ott lévő ellenséget, és úgy tudunk majd egy feljebb lévő platformra jutni. Na nézzük csak. Hoppá, oké, megvan. Itt pedig más lehetőségünk nincs, mint... Gyorsan futni. Ajajajajajaj. Jó, oké. Őt le kell valahogy győznünk. Szépen hajszálpontos ugrással. Ez az, sikerült. Itt van bármi veszély? Nem látom, hogy lenne, csak ügyesnek kell lenni. Ez az. Hova jutottunk föl? Ó, nézzétek csak a hátteret! Ott is van egy kis feladatunk. Ó, meg is van, itt van. Ez az. És akkor természetesen ugye így kapjuk meg a... vagy a továbbjutási lehetőséget, vagy egyből jutalmaz minket a játék. Gyorsan. Hopp. És hogyha, hát én már ezt ugye megcsináltam is természetesen. Alul tudunk visszamenni? Alul tudunk visszamenni. De ugye nem is akárhogy. Oda kell figyelnünk, hogy ne csináljunk butaságot. Oké. Látjátok azt a gömböt, most nem érem el, azt úgy kellett volna ugye előre gondolkodni, hogy szépen ráugrok arra az ellenfélére, és ugye úgy érem el azt a gömböcskét. És még játszok még a játékkal természetesen, megyek még tovább, mert hát tényleg láttunk egy olyan részt, ahol lesz kiírva nekünk egy kópos szekció. Ne! Na nézzük. Gyorsan megvan, ez az, szuper. Ó, nem tudom merre menjünk jobbra. Igen, hát talán nagyon kisgyereknek ez szerintem nehéz, srácok. Szerintem bizonyos korosztály fölött kell, hogy megvegyük mondjuk, ugye, aki családos. Nézzük csak, mi van itt? Semmi. Oj, Zotya, de béna vagy. Hogy lehetsz ennyire buta? Szerintem nehéz, egy kisgyereknek, aki tényleg nagyon kicsi, az annak nehéz szerintem ez a platformer. Na most akkor gyorsan, és így ugrunk rá. Ott van, srácok, de jó! Hopp, gyorsan oda! Na, itt van egy ilyen jelzésű kis hely nekünk, ami azt mutatja, hogy ezt a pályát csak úgy fogjuk tudni megcsinálni, hogyha ketten leszünk. Mert magát a jutalmat úgy tudjuk megszerezni, vagy bizonyos pálya úgy is van megcsinálva, hogy tényleg csak akkor jutunk be, hogyha ketten vagyunk. Ez attól függ, hogy hogy van felépítve az adott szekció. Menjünk egy kicsit tovább, és akkor megnézzük, jó? Hogy itt mire is gondolta. Aha, igen. Az egyikünknek le kell menni, el kell rohanni itt a vonat után. A másik ugye itt rááll erre a kapcsolóra, és úgy tudja őt fölhúzni. És valószínűleg, hogy nekünk akkor tovább kell menni, aki alul van. Itt megint elkapja azt a zsákot, mi megint fölhúzzuk. Hát ilyen kis fifikás ügyességi feladatokra gondoljatok. Oké, fiúk, lányok, ki is lépek a játékból, mert ez a pálya az már hosszabb. Nem olyan, mint ugye az első pálya, ami tulajdonképpen mindig tekinthető az oktató módnak. És akkor szépen lassan én el is köszönök tőletek, mert szerintem szépen lassan mindent. Ami fontos volt, elmondtam a játékkal kapcsolatban. Sziasztok! Várjuk a szilvesztert, nagyon-nagyon-nagyon várjuk, és jók legyetek, vigyázzatok magatokra!